Sziasztok! Ma két vektor hajlászögével megyünk tovább itt a vektorok koordináta geometria témakörében. Két vektor hajlásszögén azt a nullánál nagyobb egyenlő és 180 foknál kisebb egyenlő lambda szöget értjük, melyet két vektor félegyenese bezár. Itt található az ábra, ugye van egy A vektorunk, illetve B vektorunk közös kezdőpontból indul ki, és az általuk alkotott szög lesz a definícióban meghatározott lambda szög. Ugye ne felejtsük el, hogy azért két vektor félegyenese, mivel ezek a vektorok félegyenesek, hiszen végtelen hosszúak, de csak egy, egy irányba tart a végtelenségük. Lényegében tehát a hajlásszög meghatározásához a két vektor skalári szorzatának kétféle felírását használhatjuk. Ugye, ha FI jelöli a két vektor által bezárt szöget, de csinálunk egy ábrát, ugye itt az A vektor, itt a B vektor, és az általuk bezárt szög jelen esetben a, a FI szög, akkor úgy számolható ki az általuk bezárt szög, hogy a vektor szor B vektor, az egyenlő az A vektornak a hosszával, szel a B vektor hossza szor koszinusz fi, és ugyebár, ha a koszinusz fit ki akarom fejezni, tehát arra vagyok kíváncsi a két vektorunk által meghatározott szökre, egyszerűen átalakítjuk ezt az egyenletet egy egyenletrendezéssel, koszinusz fi egyenlő, A vektor szor B vektor, per a vektor hosszúsága, szer a b vektor hosszúsága. Ugye ezeket nem csak ész nélkül kell összeszorozgatni, hiszen már az előző videómban is megmutattam, hogy hogyan kell két vektor skaláris szorzatát venni, úgy, hogy a megfelelő koordinátákat összeszorozzuk és összeadjuk, tehát, ha én ezt most elkezdem kicsomagolni, hogy koszinusz fi egyenlő, tehát két vektor skaláris szorzatával, megfelelő koordinátáik összeszorzásával történik, a1 szer b1, tehát az a vektor első koordinátája szer a b vektor első koordinátája plusz a vektor második koordinátája szer a b vektor második koordinátája, per, és most jön az érdekesség, ugye, megtanultuk már, hogy hogyan történik a vektorok hosszának a meghatározása, lényegében úgy, hogy a koordináták négyzet összegének négyzet gyökével egyenlő, az a vektor hosszát hogy számoltuk ki? Hogy első koordinátája az a vektornak, meg a, a második koordinátája, ugye mindegyiket négyzetre emelem, és ebből vonom a gyököt szó, ugye jön a B-vektor hosszát, hogy határoztuk meg. B-vektor első, B első koordinátája a négyzeten, meg a B-vektor második koordinátája, a négyzeten, és akkor ugye ebből vontuk a gyököt. Tehát ezt a képletet így kell használni a valóságban egy példa megoldásánál, de nézzük is a konkrét feladatokat. Van egy A vektorom, amelynek koordinátája a térben 1, 2, 3, a B vektoré mínusz 2, 3 és 1. A kérdés az, hogy mekkora a két vektor által bezárt szög. Ide írom magamnak a képletet, A vektor szor B vektor, ugye, és akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora az általuk bezárt szög, azaz a koszinusz fi. Hát akkor kezdjük el szépen megoldani. Mit jelent az, hogy A szor B vektor? Ugye a kibontás, amit az előző diámban csináltam, azaz A vektor első koordinátája 1 szer mínusz 2, ugye a B vektor első koordinát, ez egy sima skaláris szorzata vektoroknál, és plusz akkor ugye jön az A vektor második koordinátáját, összeszorozzuk a B vektor második koordinátájával, és így tovább, és így tovább fogunk haladni. És ha ezt kiszámoljuk, akkor azt fogjuk kapni, hogy... Tehát a két vektor skaláris szorzata az 7 lett, az A szor B, eddig még csak itt tartunk a képletbe. Most akkor külön jön az, hogy az A vektornak mekkora a hossza, az pedig, ahogy megtanultuk a vektorok hosszánál, úgy fogjuk mi is megoldani. Tehát első koordináta a négyzeten, meg második koordináta a négyzeten, meg a harmadik koordinátája a négyzeten, és ebből vonjuk a gyököt, és az jött ki, hogy az A vektor hossza gyök 14. Nem érdemes ilyenkor konkrétan kiszámolni, hagyjuk meg ezt a formát, hogy gyök 14, mert nem szép számot kapunk. Ugye ne felejtsük el, a koordináták négyzet összegének a négyzet gyöke a vektorok hosszának a meghatározása. És akkor így járunk el a B vektor hosszának meghatározása kor is. erre is azt kaptam, hogy gyök 14. Ugye kiszámoltam külön az A vektor hosszát, B vektor hosszát, és akkor visszaértesítjük a képletbe, azt mondja, hogy A szor B volt nekem 7, A vektor gyök 14 szer, B vektor hossza szintén gyök 14 lett, szár, koszinusz, fi, és akkor lehet rendezni az egyenletet, azt kapjuk, hogy 7, 14, egyenlő koszinusz fivel, azaz, ha egyszerűsítünk, 1, 2, egyenlő koszinusz fivel, ez pedig egy nevezetes szög, méghozzá azt kaptam erre, hogy fi egyenlő 60 fok. Ilyen egyszerű volt ez a példa. Nézzünk egy kicsit bonyolultabbat. Szóval itt van ez a háromszögünk, felvesszük a koordináta rendszerben a, a pontjait, a csúcsainak a, a pontjait. Itt 0-0 az A-nak, a B-nek 5-1, a C-nek pedig 2 és 6 volt. Jusson eszünkben, hogy ugye először is háromszög kerülete a kérdés, illetve a háromszögnek a területe. Ugye meg volt adva háromszög csúcsainak a koordinátái, ezért jusson leszünk be, hogy bizonyít vektorokkal kell majd számolni, és vektorokat kell alkotni. Az első és legfontosabb lépés ilyenkor, hogy minden oldal vektorát szépen vegyük fel. Vegyük fel az AB vektort, hiszen a kerülethez mindhárom oldalnak a hosszúságát kell nekünk tudni. Ugye kell nekünk az AB vektor, aztán kell nekünk a BC vektor, illetve kell nekünk az AC vektor. Ezekre van szükségünk. Az A-tól a a b be tartó vektornak ugye a hossza kell, hogy a háromszög kerületét ki tudjuk számolni, az pedig a, a vektor ö, ö, hosszánál megtanult képletet fogjuk alkalmazni, azaz az úgy szólt, hogy AB vektor hossza, tehát az A pontból a B, B pontba mutató vektornak a hosszát úgy számoltuk ki, emlékeztetőül felírjuk, hogy B1-ből A1, tehát a B vektor első koordinátájából kivonjuk az A vektor koordinátáját, négyzetre emeljük, plusz, ö, Második koordinátából az A vektor második koordinátáját négyzetre emeljük, és az egészből gyököt fogunk vonni. Na hát akkor így járunk el, és kiszámoljuk az AB vektornak a hosszát, a BC, illetve az AC vektornak a hosszát. Simán csak vissza kell ide ebbe a képletbe helyettesíteni, az pedig a következőként fog alakulni. Az AB vektor hossza lett gyök 26. A BC gyök 34. Az AC, AC vektor hossza pedig gyök 40, és ebből már pofon egyszerűen ki tudjuk számolni a háromszög kerületét, összeadjuk a három oldal hosszat, és végeztünk a feladat első részével. Ha ezt ki akarjuk számolni, ez nagyjából 17,25 cm lett. Na, de mi van a háromszög területével? Ugye, hogyha megvan adva a háromszögnek az oldal hossza, amit ugye itt kiszámoltuk, gyök 26, gyök 34, illetve gyök 40, tehát ismert mint három oldal, akkor eszünkbe jut az a képlet, hogy ez most csak mondom, hogy az a nevezetes A-szor b gamma per 2, ugye, ami lényegében ugye két oldal által közbezárt szög alapján ki lehet számolni a háromszög területét. Tehát a háromszög területét ki tudjuk úgy számolni, hogy A szor B, AC oldal szor színusz alfa per 2. Visszamegyek egy kicsit. Lényegében ugye azt mondtam, hogy az A B oldal, illetve az AC oldal által közbezárt szöget fogjuk mi tudni kiszámolni ezzel a képlettel, ezt az alfa szöget. Tehát a színusz alfát kellene nekünk tudni meghatározni, mert ha mi most ebbe ész nélkül visszaírnánk, ismerjük az AB oldalt, az AC oldalt, nem ismerjük az alfaszöget, a kettest azt ismerjük, de a területet sem, így meg vagyunk lőve. Ezért elsősorban nekünk a színusz alfát kell tudnunk most majd meghatározni. Az alfa tehát, ha megint visszamegyek, tehát ez az alfa szög, az AB, illetve az AC vektorok által bezárt szög. Így a koszinusz gamma az meghatározható a két vektor skaláris szorzatával lényegében. Na, ez hogy is fog történni? Azt mondtam, hogy koszinusz alfát ki lehet számolni, ugye, a képlet alapján, most ne szavarjon, hogy ez koszinusz fi volt a az eredeti képletben, most ragaszkodunk a rajzunkhoz. AB vektor szer AC vektor skaláris szorzata per AB vektor hossza szer az AC vektor hossza, hiszen a közbezárt szöget kell tudni kiszámolni. Én azért ide felírom az eredeti képletet, ugye a koszinusz fi az úgy szólt. És ugye ne felejtsük el, ahogy a dia elején ö, a, mutattam, hogy ugye ezeket majd ki kell ö, ö, szépen csomagolni, ugye, ahogy, ö, ahogy tudjuk, hogy a vektorok a skalári szorzatta hogy történik, emlékeztető, hogy ez jól rögzüljön be mindenkinek, és illetve a hosszámolás hogy történik egy ö, vektornál. Na, akkor térjünk ide-vissza. Mit kell nekünk ebből kiszámolni? Hát ki kell számolni az AB vektort. Hogy az lényegében micsoda. Hogy számoljuk ki az AB vektort? Hát úgy számoljuk ki, hogy a B koordinátája, első koordinátájából kivonom az A első koordinátáját, illetve a B második koordinátájából kivonom az A második koordinátáját, azaz erre azt kapom, hogy 5 és 1. Az AC vektort is úgy számolom ki, hogy a C első koordinátájából kivonom az A első koordinátáját, a C második koordinátájából kivonom a az A második koordinátáját, akkor azt kaptam, hogy 2 és 6 és most nekünk a skaláris szorzata kell ennek a két vektornak. Azaz ez úgy fog alakulni, hogy 5 x 2, az AB vektor első koordinátáját megszorozzuk az AC vektor első koordinátájával, és az AB vektor második koordinátáját az AC vektor második koordinátájával. És erre az jött ki, hogy ezeknek a skaláris szorzata 16 lett. Na, akkor most már mindent tudunk a képletből, hiszen az AB vektor hosszát már kiszámoltuk a háromszög kerületénél, és ugyancsak kiszámoltuk az AC vektor hosszát is. Akkor csak be kell helyettesíteni, hogy koszinusz alfa egyenlő mit ismerünk, 16 per gyök 26 volt a hossza az AB-nek, és az AC-nek volt gyök 40. Azaz, ez nem más, nem kell kiszámolni, mert akkor ö, csúnya számot kapunk, hagyjuk meg ezt az alakot, hogy a koszinusz alfa az 16 per ö, gyök 26-szor gyök 40. Na, de még nem végeztünk a feladattal, mert... Ez még csak a koszínusz alfa, és nekünk a képletben a színusz alfa volt megadva, mert azzal tudunk számolni, és a színusz alfa kell. Ezért hogyan lehet koszínusz alfából színusz alfát úgymond varázsolni? Hát elővesszük azt a tudásunkat, hogy koszinusz négyzet alfa meg színusz négyzet alfa az egy. És rendezzük ugye az egyenletet színusz alfára. Színusz alfára rendeztem a, a ö, ezt a képletet. És így fogunk eljárni, így fogjuk megoldani ezt a feladatot, hogy a koszínuszból színuszt varázsoltunk, és vissza, egyszerűen ezt vissza fogjuk vezetni a képletbe. Tehát a színusz alfát megkapjuk úgy, hogyha az egyből kivonjuk a koszinusz négyzet alfát, és mindegyből gyököt vonunk. Tehát akkor a színusz alfánk az úgy néz ki, ha a feladatra visszatérünk, hogy az egyből ki kell vonni, amit a koszinusz alfára kaptam. Ugye a koszinusz alfára azt kaptam, hogy 16 per gyök 26 szor gyök 40, csak ugye bár itt nekünk, ha visszaértesítünk, négyzeten szerepel, tehát 16 a négyzetem per 26 szor 40, mert ha gyököt négyzetre emelem, akkor egyszerűen csak eltűnik. Szépen itt ezt csiszolgatom, és akkor azt fogom kapni, hogy 28 per gyök 26 szor gyök 40 lett nekem a színusz alfám. Hoppá, megvan már a színusz alfám. Akkor visszahelyettesítjük a háromszög területének a képletébe, ami ugye úgy szólt, hogy AB szer AC oldal hossza szor színusz alfa per 2 akkor tovább úgy járunk el, hogy az AB-nek a hossza volt gyök 26, az AC-nek volt gyök 40, a színusz alfára pedig itt kaptam meg az, hogy 28 per gyök 26 szor gyök 40, és ha én ezt most rendezgetem, ezek kipotyognak, azt kapta per 2, ugye már, ne felejtsük el, mert itt a képlet. És ha én ezt most rendezgetem, ez kipotyog, 28 per 2 az 14, tehát a feladatnak a megoldása, ennek a háromszögnek a területe 14 lett.